Sziasztok! A blogban nagyon sok érdekességet olvashattatok Rubik Ernőről, a találmányáról, a Rubik kockáról, de hogy mik is vannak, mik azok a kézzelfogható dolgok, amikről írtunk, hát lássuk. Először is itt van a jól ismert Rubik karikák, ahol ki kell rakni ezeket a karikákat, látszólag nagyon egyszerűek, ha kézbe vesszük, összekeverjük, bizony egyáltalán nem egyszerű kirakni. A 3x3-as Rubik kockák vannak, ennek megvan a versenyváltozata, amit egy kicsit könnyebb forgatni. Megvan díszcsomagolásba is, hogyha esetleg szeretnénk ajándékba adni. Illetve haladóknak a void, a Rubik void, aminek a középső eleme hiányzik, és másképp kell gondolkodni, másképp kell kirakni, vannak színes oldalak, de a közepe mindegyiknek hiányzik. Akinek a 3x3-as versenykocka könnyedén megy, annak vannak ettől sokkal nehezebb verziók is. Itt például egy 5x5-ös versenykocka van, illetve a V-cube-oknak számos változata van, egészen a 8x8-as V-cube-ig, ami már igazán nagyon nehéz kirakni, illetve még vannak ilyen érdekességek, hogy 3x3-as, de sodokú, és ez alapján kell kirakni a kockát. Ha érdekelnek ezek a termékek, és szeretnéd kipróbálni tudásodat, hát hajrá! Sziasztok!